Két csinos hölgyet köszönhetünk a stúdiónkban. A kézilabda csapatunk edzője Györini Holos Ildikó, illetve a csapatkapus egyben csapatkapitány Füzér Krisztina a vendégünk, és rögtön vágjunk lányok bele a közepébe egyből. A csapat az ötödik helyen zárt az idei bajnokságban. Személy szerint mennyire vagytok elégedettek, mennyire felel meg ez a helyezés az elvárásaitoknak? Köszöntöm a nézőket! Én úgy gondolom, újdonsült edzőként, hogy ez a teljesítmény, amit a csapat nyújtott ez alatt a 10 hónap alatt, az elvárásoknak megfelel, és a tavalyi eredményükhöz képest javítottunk ezen, és biztos vagyok benne, hogy ők is megelégedettek ezzel az eredménnyel, mármint a játékosok. Kriszti? Hát én úgy gondolom, hogy a csapat nagyon nagy változáson van túl. Azt hiszem, hogy sok változás volt, ugye új edzőt kaptunk, új játékosokat kaptunk, meg kellett tanulni ezzel együtt mozogni, és ehhez képest az, hogy egy helyen feljebb léptünk, szerintem ez nagyon jó eredmény. Ildikó, régebben volt neked kézilabdás múltad, kapusként játszottál itt a Ladányi csapatban, aztán egy hosszú kiadás után edzőként tértél vissza. Mennyire volt ez neked váratlan feladat, illetve mennyire volt nehéz felkészülnöd rá? Így van, igaz, nehéz volt, hiszen én már 21 éve tanítok általásiskolában testnevelést. Évekkel ezelőtt foglalkoztam is gyerekekkel, felső tagozaton volt lány és fiú kézilabda csapatom is, természetesen abban a korosztályban, de ilyen felnőtt csapatom még soha nem volt, tehát ez nekem egy nagy kihívás volt. Nagyon sok energiámat, munkámat vett igénybe, hogy bele szokjak ebbe a munkába. Úgy gondolom, hogy az első a őszi forduló az egy kicsit nehezen is ment. Még magam sem tudtam, hogy hol vagyok. Néha azt sem tudtam, hogy mégis mit kellene csinálni, aztán szépen hozzászoktam és belelendültem. Úgy gondolom, hogy már most tapasztaltként, így 10 hónap után sikerült azt az eredményt elérnünk, amit vártunk. Kriszti, ebből ti mennyit éreztetek, hogy végül is új edzővel kellett dolgoznatok? Hát nagyon sokat. Nagyon sokat éreztünk ebből, Ilde, ahogy el is mondta, mint kezdő edző, úgymond felnőtt csapatot, egy úgymond 3 generációs csapatot kapott meg, ahol 3 színbeli különbség volt. Én úgy gondolom, hogy kérte a segítségünket, mi segítettünk neki, próbáltunk mindenben a segítségére lenni, és hát ez beérni látszik. Tehát mert most már maga is teljesen jól belejött. A tabellát, hogyha megnézem, 5. helyen zártunk, 10 pontot szereztünk a bajnokságban, ez a 10 pont azért is 5 győzelemből tevődött össze. Az ősszel 2 győzelmet sikerült szerezni, a tavasz folyamán 3-at. Összesen 8 csapat volt a bajnokságban, ez azt jelenti, hogy 7 meccs volt az ősszel is, 7 meccs volt tavasszal is. Mennyire láttátok a fejlődés menet közben, tehát az őszi szezonban, hogy elindultatok tavasz zárásig? Azt kell elmondanom, hogy ősszel, amikor én oda kerültem, vagyis inkább azt mondom, hogy augusztus 3-án, amikor a Kézilabda Egyesület vezetősége megkeresett a lakásomon, hogy kérik a segítségemet és vállaljam el ennek az csapatnak az edzősködését, akkor tulajdonképpen kimentem edzésre, 6-an voltak ott lányok, aztán hirtelen meg is ijedtem. Aztán végül is utána néztünk azoknak a játékosoknak, akik még nem voltak edzésen, de korábban az egyesületnél játszottak, és ők is eljöttek edzésre. Elkezdtük az alapozó edzéseket, akkor már 12-13-an voltunk. Hát az első meccsre 9-en mentünk el, hiszen 3 versenyzőnek nem volt igazolása, nem volt sportolvosi igazolása, mert olyan hirtelen jött ez az egész. Aztán próbáltunk toborozni játékosokat, természetesen figyelembe véve, hogy lehetőleg ladányi játékosok legyenek, és természetesen a játékosok nagy része ladányi, vagy pedig püspökladányi érdekeltségű, vagy itt járt iskolába, most már Debrecenbe, de ki jár ide edzésre. Aztán egyre több játékosunk volt, több lehetőség volt egymás ellen is játszani, már edzéseken is, így úgy gondolom, hogy sikerült a felkészülés jobban. Kriszti, említetted, hogy 3 generáció van a csapatban. Vannak az idősebbek, a tapasztaltabbak, akik az NB2-t is megjárták esetlegesen. Vannak azok a fiatalok, akik már játszottak az NB2-es ifjúsági bajnokságban, és vannak a még fiatalabbak, akik tulajdonképpen majdnem, hogy kezdőknek számítanak. Mennyire volt nehéz dolgotok a pályán, illetve az edzéseken emiatt? Hát úgymond a pályán annyi nehézség adódott ebből, hogy ugye komoly csapatok is részt vesznek ebben a bajnokságban, és amikor
az lett volna ugye, hogy cserélnünk kellene, mert fáradtak vagyunk. Egyszerűen nem tudtunk felállítani egy másik sorfalat, akik ugyanezt a feladatot végigvitték volna. Tehát fokozatosan kell őket beszokatni a úgymond felnőttek játékába. Ugye itt meglátszik a tapasztaltság, ki hány csapatban játszott már, milyen szinteket játszott meg. Na és persze van vagy három játékosunk, akinek egy kicsit több hite lenne magában és több önbizalma, akkor már rég feljebb jutott volna. Ebből a három generációból adódóan talán a konfliktus helyzetek is jobban adódnak. Volt-e a év során? Vagyis hát tudjuk, hogy volt, mert nyílt titok, hogy azért adódtak problémák, de én úgy tudom, hogy a vezetőségnek sikerült helyre tenni a dolgokat. Ez végülis a csapatnak a belügye, nem is nagyon akarok én erre rákérdezni, de hogyha esetleg egy-két szót mondanátok róla, hogy hogy sikerült ezt a probléma, mi volt a probléma és hogy sikerült megoldani? Inkább úgy jelentkezett ez a probléma, hogy a kicsik féltek. Ugye ott a felnőttek között eleinte nem mertek úgy edzéseken sem úgy szerepelni. Aztán, hogyha a nagyok próbáltak volna, idézőjelben a nagyok, tehát a felnőttek próbáltak segíteni, akkor azt hitték, hogy bántani akarják őket, hiszen nem. Akár edzőmeccseken is, amikor rájuk szóltak, azt hitték, hogy bántani akarják, természetesen nem. Aztán ezeket a dolgokat próbáltuk megbeszélni, hogy igenis ez segítő szándékkal történik, és hogy figyelembe kell venni azt, hogy ők már sokkal rutinosabbak és sokkal tapasztaltabbak a kézilabdában, és hogy ezt fogadják el tőlük. Én úgy gondolom, hogy sikerült most már tavaszra ezt helyre tenni. És belülről hogy éreztétek ezt? Igen, ez volt az egyik fajta része a dolognak. Hát a másik része az inkább külső információkból adódott, miszerint ugye ez a segítő szándék úgy jött le, hogy sokan önző módon viselkednek a csapatban. Hát ezt helyre kellett ülni, és le kellett ülni, megbeszélni. Mind a játékosok elmondták a véleményüket, mit szeretnének, mit gondolnak rosszul, mind a szakosztály felé, a vezetőség felé el lett ez mondva, ők elmondták, mi az elvárásuk, mi elmondtuk, hogy akkor mit szeretnénk. És ez megvalósulni látszott, mert az Újfalu elleni meccs után én azt hiszem, hogy teljesen jó gárda sikerült. Igen, tehát ez az egész a tavaszi szezon közepén igen, volt, és igen. Utána láthatóan fejben azért sikerült rendbe tenni a csapatot. De kanyarodjunk vissza a csapatnak a szerepléséhez. Én kigyűjtögettem itt érdekes statisztikai dolgokat. Többek között az, hogy az ősszel ugye két győzelmünk volt. Megvertük a Hajdúszoboszlót és a Nárudvart. Tavasszal ugyanezt a két csapatot megvertük, és még megvertük hozzá a Komárit is. Az ősszel a Hajdúszoboszlót egy góllal vertük meg, a tavasszal ugyanezt a Szoboszlót 9-szer vertük ott idegenben. A Nárudvart 9-szer vertük az ősszel, tavasszal 16-tal vertük, a Komáritól egy góllal kikaptunk, és tavasszal sikerült megvernünk őket 8 góllal. Tehát ezekből a statisztikai adatokból egyértelmű, hogy valamilyen fejlődést mutat, tükröz a csapaton belül. A Berettyóújfalutól 12 góllal kaptunk ki ott az ősszel, tavasszal egy góllal sikerült kikapnunk, úgyhogy győzelmi esélyünk volt. Szerintem ez egy nagyon nagy csalódás lehet ezek után. A Nagyhegyestől itthon 6 góllal kaptunk ki, ott tavasszal 5 góllal kaptunk ki, olyan körülmények között, amikor nem voltak a érettségizők, a ballagók. Tehát ezek a statisztikai dolgok egyértelműen azt mutatják, hogy valami fejlődés szintjére elindult a csapat szeptemberhez képest. Ti így látjátok? Igen, természetesen, és én úgy gondolom, hogy a heti 3 edzés, amikor végül is az edzés látogatottság 70-80%-os, tehát mindig fel tud állni két csapat egymás ellen edzős végén játszani, amellett, hogy figurákat, rengeteg olyan labdajátékokat, tehát labdás feladatokat végzünk, ami természetesen fejlesztette a lányokat. Illetve hát ugye a kicsik is, hogy már igazán beálltak a sorba, és ugyanúgy dolgoznak a nagyobbakkal, és ez annyira jó látni. És borzasztó jó a hangulat, én úgy érzem legalábbis edzéseken, zene mellett edzünk, jókat nevetünk, a másfél óra úgy telik el, hogy szinte elrepül, és mindenki csinálja a dolgát, ahogy kell. És itt látszik az eredményeken, hogy természetesen javultunk. Viszont volt egy csapat, amelyik mind a kétszer oda-vissza nagyon megvert bennünket, a Balmazújváros, amelyik végül is megnyert a bajnokságot, az ősszel 17 góllal, tavasszal pedig 20 góllal kaptunk ki. Ez a csapat annyira kiemelkedett a mezőnyből, Kriszti?
Hát igen, nagyon fiatal, és azt hiszem, hát a DVSC utánpótlás játékosairól beszélünk. Hát elég jó fürge kis csapat, és talán hát az idő viszontagságai az, hogy nincsenek talán elkényelmesedve, ugye, mert ők nekik kinti pályájuk van. Nagyon sokat dob a játék stílusukon, tehát elég nehéz azért ezt így felvenni, hogy kinti pályán betonom. Még egyenlőre van ilyen csapat, aki ezt ott megengedi játszik, magának, igen. Tehát ők ennyire kiemelkedtek a mezőnybe, tehát ők teljesen megérdemelten nyerték meg a bajnokságot. Igen. A tavalyi bajnokságban egyébként, ugye már említettem, hogy most az idén 8 csapat volt itt nálunk, tavaly 12 volt, és ez is egy érdekesség, hogy a tavalyi bajnokságban 7. helyen végzett a együttesünk, és kiesett az első és a második helyezett akkor, ha jól emlékszem, a DVSC, nem tudom, hanyadik számú csapata volt, meg a Debreceni Sportiskola. Ez a kettő kiesett, és akkor így végeztek tavaly, hogy volt a Nagyhegyes, a Berettyóújfalu, a Balmazújváros, meg a Létavértes. És ugyanezek a csapatok végeztek akkor is előttünk, meg most is előttünk. Tehát tulajdonképpen az erőviszonyok azok maradtak. Túlságosan sokat nem változott ebből a szempontból a megyei kézadó bajnokság. Így van. Kigyűjtöttem azt is, hogy a góllövőink azok hogy alakultak itt a házi góllövő listát, és Károly Janikó volt toronymagasan a legjobb, aki 13 mérkőzésen lépett pályára 14-ből, és 109 gólt szerzett, ezzel a megyei góllövő listán a második helyen végzett méghozzá úgy, hogy 3 góllal maradt le, és hogyha azt egy meccset, amikor nem játszott, azon játszott volna, akkor biztos, hogy ő a megyei gólkirály. Őt követi Székely Anna, Szilágyi Ágot, a Tóth Ágnes és Kis Ágnes ebben a sorrendben. Viszont egy érdekességre bukkantam rá, hogy míg Károly Janikónak a mérkőzésenkénti gólátlaga 8,38 gól volt, addig a második, tehát a ladányi gólövő listán Székely Anna második csak 3,62 gólt szerzett meccsenként átlagban, Szilágyi Ágot a 2,83-at, Tóth Ági 2,18-at, Kis Ági 1,62-t, csak a 5 legjobbat mondtam, ez viszont kevés. Igen. Védekezni jól tudunk, gólt lőni viszont nagyon nehezen, és ez jellemző főleg az első fél időre. Az első 15 percben nagyon klasszul védekezünk, de gólt lőni nehezen tudunk, és ez sajnos ez az eredmény mutatkozik, tehát a góllövés az nem igazán erősségünk, de ezt a kapus inkább jobban látja. Hogy védekezik a csapat? Hátulról te látod? A védekezés, hát az nagyon sokat fejlődött, és nagyon jó a védekezésünk, talán ennek is köszönhetőek ezek az eredmények a tavasz és őszi fordulók között. Viszont igen, a gólgyártással van egy kis probléma, de majd belejönnek a lányok, én úgy gondolom. Már említettük az utánpótlást. Ez egy sarkalatos gond, én szerintem, mint Püspökarányban. Saját véleményem, hogy itt már réges-régen meg kellett oldani, hogy akkor tünetese volt, most pedig ugye PKE, hogy legyen egy utánpótlás csapat, és nincs a mai napig. Tehát külön utánpótlás edzővel működő, külön utánpótlás csapat. Mert ha annak idején tünetese, amikor megalakult, lett volna egy csapat, akkor azok a gyerekek már azóta eltett 4-5 év, akár már 14-15 évesen most már játszhatnának a megyei bajnokságban, akár felnőtt bajnokságban is. Nincs erről szó, hogy esetleg egy olyan külön edzővel foglalkozó kis csapatot csináltok. Az iskolákban tudom, hogy van Petőfiben is, Kávén téren is, Peti telepen is, ahol külön testnevelő foglalkozik a gyerekekkel. Ezeket a gyerekeket miért nem lehet összegyűjteni a Ladányi Egyesületnek a szárnyai alá? Igen, ez egy érdekes kérdés, mert annak idején, amikor említetted a múltamat, tehát egy pár évvel ezelőtt, 5-6 évvel ezelőtt volt egy ilyen dolog, hogy összevontuk az iskolák, az általános iskoláknak a kézilabdás gyerekeit. Én a lányokkal foglalkoztam, például Kis Nóri, aki most nálunk játszik, ő annak idején 5.-6.-osként, illetve Kis Ági, kint a sportcsarnokban, a Petri telepi, a Kálvin tér és a Petőfi Sándor általános iskolának a gyerekeiből összerakott kis csapattal edzettünk velem. Indultunk kupákon, aztán valahogy ez úgy feledésbe merült. Én úgy látom, hogy nincs jól megszervezve. Tényleg kellene valaki, aki az általános iskolákból összeszedné egy ember, és külön foglalkozna ezekkel a gyerekekkel, akik tehetségesek, és lenne utánpótlás, vagy akár én is, ha már itt vagyok az egyesületben, külön edzésen természetesen, és én kérném is a kollégákat, a testnevelő kollégákat, hogyha látják, hogy vannak tehetséges játékosok, akkor irányítsák oda
oda hozzánk a kézilabda egyesülethez a gyerekeket, és heti 3 alkalommal van lehetőségük edzésre, hiszen most 7 olyan játékost, tehát fiatal, 12-13 évest igazoltunk már le az egyesületbe, akik kijárnak edzésre. Most úgy látszik, még 3 olyan 8-os kislányjal tudtam beszélni, akik szívesen jönnének augusztustól majd az alapozó edzésekre, és talán akkor megnő a létszám. Most 11-en vannak az utánpótlás korosztály csapatában. Bízom benne, hogy majd akkor ősszel szeretnénk indulni, majd ha a serdülő korosztályban egy csapat még bajnokságot indítanának, akkor... Ha indítanak. A gond, hogy a megyei csapatok számára nincsen utánpótlás bajnokság. Pontosan ezt akartam kérdezni, hogy bár tudom, hogy a megyei szövetség az minden évben meghirdeti, de soha nem jön össze. A megyei csapatok számára nem nagyon van utánpótlás bajnokság, már pedig pontosan ezt kellene. Hiába van 10-12-14 fő, aki jár edzésekre, hogyha nincsenek megversenyeztetve a gyerekek. Igen, ezen kellene valamit lépni. Igen, de most nagyon sok csapat, illetve egyesület pályázatokon nyertek pénzt, mint ahogy mi is nyertünk az utánpótlás nevelésre, és bízunk benne, hogy akkor több ilyen ifjúsági csapat szerveződött össze, és akkor talán lesz megyei, bízunk benne. Tehát augusztusban mi így kezdünk el edzeni, hogy talán akkor ősszel mi is indulunk a kicsikkel is, és természetesen a felnőtt csapat. És akkor már külön edzője lesz. És akkor hát külön edzője, vagy ki lesz az edzője, ezt nem külön tudom. Külön edzéseken fognak igen, részteni tehát szeretnénk, gyerekek, igen. Tehát ez a terv. És ha már tervről beszélünk jövőre, milyen tervekkel fogtok nekivágni a bajnokságnak, hiszen most ugye vége van, lezárult egy időszak, azért már gondolom fejben lehet készülni következő évre. Nem tudom, Kriszti, a játékosokkal beszéltek-e már róla? Ki az, aki megy, ki az, aki távozik, ki az, aki abba hagyja esetleg? Hát erről még pontos információnk nincs, talán egyetlen egy játékosunk van, akiről tudjuk, hogy Pestre nyert felvételt, ő Szilágyi Ágota. Nagyon sajnáljuk, hogyha nem tud tovább itt maradni köztünk. A többi játékos úgy néz ki, hogy marad. Tehát ettől már csak duzzadni fog a létszám. Természetesen megújult erővel bombázva fogunk neki indulni a bajnokságnak. Már még most sem fejeztük be az edzést, mi heti 3 alkalommal még most is összejárunk. Igaz, játékosan kézilabdázunk, focizunk, de nem hagytuk abba a mozgást, és úgy néz ki, hogy június közepéig még folytatni fogjuk az edzést, tehát nem sok idő fog kimaradni mozgás nélkül. Illetve Ágota ígérte, hogyha sikerül, akkor ha péntekeken átjön, ha hazajön, akkor természetesen kilátogat, és úgy, mint ahogy Tóth Gabinak a szereplését is meg tudtuk oldani, aki nem Püspökladányban dolgozik már, illetve tanul, hogy akkor ha sikerül, akkor marad az egyesületnél, tehát fog játszani. Heti egyedzéssel megpróbálja bevállalni, illetve ott majd megpróbál edzeni, megtalálni a módját, és mi szeretnénk, mert hiszen ő a balkezesünk jobb szélen, és ez nagyon fontos lenne nekünk, Ági. Illetve hát ugye természetesen, ahogy mondta Kriszti, hogy augusztusban új erővel, új bedobással, illetve azt ígérte az egyesület, volt róla szó, hogy nyár végén, tehát a alapozó edzések kezdetén lesz egy edzőtáborunk, ezt még most szervezzük, és bízunk benne, hogy akkor már sikeresebben tudjuk kezdeni majd az őszi bajnokságot, nem úgy, mint tavaly, mert tavaly 9 fővel az első meccs, az forró víz volt. És akkor talán majd ebből a 4 csapatból, akit felsoroltam, talán sikerül egyet vagy kettőt talán megelőzni. Talán Újfalut egy kicsit, mert azért most őket megszorongattuk. Az edzőjük igencsak nézett, mikor végig a mérkőzés során 3 góllal is vezettünk. Azt gondolom, fájó vereség lehet. Az nagyon. Hát ez nagyon. Sírás is volt belőle rendesen, tehát. Na fel a fejjel, lányok. Jövőre talán sikerül majd a Berettyújfalut megrőzni, és akkor már megvan az előrelépés. Vagy a létavértest, mert a... Nem a létavértest, de jól mondom, a létavértest, hiszen ott idegenben is egy nagyon jó mérkőzést játszottunk. Nem is sokkal kaptunk ki, így, ha megnézem az eredményeket. Tulajdonképpen 8-al, viszont a fél idő csak 4-el vezettek, de végig vettük a harcot, úgyhogy az egy nagyon jó mérkőzés volt. Na hát előre tekintve, hogy látom, megvan a pozitív hozzáállás, és ennek fényében kezdetek majd a felkészülést. Köszönöm szépen, hogy bejöttetek ide a stúdióba, és megbeszéltük ezt a női kézilabda csapatnak a ügyeit, bajait, mert bajokról is volt szó azért, de azért pozitívan nézünk előre, és hát ha sikerül tovább. Köszönjük a bizalmat, és bízunk benne, hogy egyre több fiatal beáll majd közénk a sorba. Így van. Várunk mindenkit szeretettel.